A nők és a férfiak között is bőven felfedezhetünk válogatott, VB és EB érmekkel rendelkező úszókat a Győr Openen, amely szerdán kezdődött és szombatig tart az Aqua Sportközpontban. A rangos nemzetközi eseményen remek a hangulat, a lelátóról és a medence széléről is sokan szurkolnak a versenyzőknek. Sebestyén Dalma 100 és 200 pillangón, valamint 200 vegyesen nevezett a viadalra. Az Uni Győri úszóese Csillaga nagyon szeret hazai környezetben versenyezni, jó erőben és formában érzi magát. Legnagyobb öröm számomra, hogy nagyon szeretek úszni most. Most megint úgy megtaláltam magamat a sportban, nekem úgymond ez egy ilyen mentőv a mindennapokban. És volt az egyetemi világjátékok, ott nagyon örülök, hogy két érmet tudtam hozni. A rövidpályás OB is nagyon jól sikerült. Ott is annak ellenére, hogy nem voltam top formában, nagyon jó időeredmények születtek, egyéni csúcsok. Sajnos most így mérlegelnem kellett, hogy rövid pályás EB-re így nem utaztam ki, mert most ugye itt szeretnék jó időt úszni. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok, de még van dolog. A megméretésen olimpiai szintet lehet úszni, ami tovább emeli a verseny rangját. A világszövetségnél elismertek az időeredmények, amik itt születnek. Aki itt úszik egy úgynevezett A-szintet, az már meg is váltotta éjt a párizsi olimpiára. Eddig a verseny alatt már szerencsére három magyarnak ez sikerült, illetve egy fehér orosz versenyzőnek. Nyilván ezáltal már adja is, hogy nemzetközi jellegű 16 ország versenyzői küzdenek, és ahogy láttátok, még a paralimpiai válogatottnak is ez egy kvalifikációs lehetőség. Tehát egy nagyon színes, mindenkit bevonó, egy jó színvonalú verseny eddig. A négynapos viadalon rajtoz áll többek között a világbajnok Kapás Boglárka, az EB győztes Mihályvári Farkas Viktória, Jakő Vivien, Burján Kata és Senánszki Petra. A paralimpiai bajnok, kétszeres VB aranyérmes és háromszoros EB győztes Konkol Zsófia is a résztvevők között van. Nagyon szeretem ezt az évet igazából, inkább a második felét, amikor már csak így az edzések voltak, de szereztem egy világbajnoki címet, úgyhogy igazából az sem volt rossz, lehetett volna jobb is, de körülményekhez képest tökéletes volt. Nem csak a hölgyek, hanem a férfiak mezőnye is bővelkedik a klasszisokban. Az olimpiai ezüstérmes Rasovszki Kristóf, a kétszeres VB ezüstérmes Verrasztó Dávid, valamint Telegdi Ádám is rajthoz áll a szombatig tartó viadalon.